A 47. Vádokája Európa bajnokságról 5 arany, 5 ezüst és 6 bronzéremmel tértek haza a báltaszékiek. A versenyt a macedóniai Skopjéban rendezték meg 2 év kihagyás után. Gildóra az U21-es korosztályban Kumitében állhatott a dobogó legfelső fokára. Én nagyon vártam végre, mert a felkészülő versenyek nem mindig úgy jöttek össze, de nagyon motiváltak voltunk mindannyian. Hát szerettem volna azért felnőttbe is dobogóra állni, de nem voltam annyira szomorú, hogy nem jött össze, mivel ugye az U21 összejött. Nagyon jó volt a hangulat, ahogy a magyarok mindenkinek szurkoltak. 3 tatami volt, mindig futosgáltunk egyikről, a másikról, hogy mindenkinek tudjunk szurkolni, és tényleg nagyon összekovácsolódott ez a csapat így most. Hát az az utolsó 5 másodpercben dőlt el, mert 2-0-ra vezetett az ellenfél, és hát fejbe kellett rúgnom, hogy megnyerjem. És akkor az utolsó 5 másodpercben fejbe rúgtam. Ott nagyon kétséges volt, hogy megkapom-e a pontot, mert 5 percig ápolták a lányt. Aztán nagyon remektünk már, nem tudtuk, hogy mi lesz, aztán végül megadták a pontot, és ezzel nyertem meg. Hú, hát nagyon jó érzés volt, hogy a sok munka, amit augusztus óta belefektettünk, tényleg heti 4-szer volt, vagy heti 5-ször jöttünk edzésre, és tényleg nagyon nehéz volt, voltak mélypontok, és az, hogy ott voltunk, és nagyon sokaknak sikerült, köztük ugye nekem is, hát ez valami fenomenális volt. Példátlan sikernek is számít, mert a 13 fős delegációból gyakorlatilag 12 versenyzőnk éremmel tudott hazatérni, vagy egyénibe, vagy csapat küzdelembe, vagy jó esetben mindkettőbe érmet tudtunk hozni. És ami még külön a báltaszékiek javára mondható, hogy például a csapatküzdelmeknél szinte rendre a báltaszéki versenyzők vitték a hátukon a csapatot, ugye biztos győzelmeket kellett aratnunk nekünk báltaszékieknek a csapatküzdelembe, hogy fordulóról fordulóra előre tudjunk menni. És még az is egy jó statisztika, hogy a 8 magyar aranyéremből, most a többire pontosan nem emlékszem, de 8 magyar aranyéremből 5 báltaszéki sportoló állhatott a dobogó legmagasabb fokára, hogy az a 7 verseny, ami megelőzte ezt, ott annyi impulzus, annyi jó és rossz tapasztalat ért bennünket, amit nagyon jól tudtak adaptálni ezen a versenyen. És ez sok esetben azt jelentette, hogy például a Hefner Zsófi esetében, hogy 6 másodperccel a vége előtt a döntőbe egy jó akcióval tudott fordítani. Hefner Zsófira már rögtön az elején nagy nyomás nehezedett. Nagyon izgultam, mivel ennyi volt az első meccs magyarként is, báltaszékiként is, és úgy éreztem, hogy rajtam van a stressz, hogyha elsőként elveszítem, akkor mindenkinek ez egy ilyen szomorú élmény lesz, és ezt el akartam kerülni. Nagyon stresszes volt az első 3 meccsem, mivel 1-0-ra nyertem meg mindegyiket, és úgy éreztem, hogy ez nem volt elég, és a döntőben megmutattam, hogy többet is tudok. A csapatkümitében szomorú voltam, mivel mind a 2 meccset megnyertem, de a csapattársaimnak sajnos nem sikerült, és úgy egy döntőbe kikaptunk. Egyéniben azonban sikerült a dobogó legfelső fokára felállni. Az egyéniben 4 meccsem volt, és a döntőben azt hiszem 5-4-re vagy 6-4-re nyertem meg. A lány megkapta a fejrugás pontot, miközben ott volt a kezem, és az utolsó 5 másodpercben sikerült még egy fejrugást találnom, és így lett meg a győzelem. Nagyon örültem, hogy első voltam, és hogy egyből egy arannyal kezdtük a versenyt, és tovább izgultam a csapattársaimnak, és a magyar többi társaimnak is, hogy fog nekik sikerülni.
Ez egy nagyon, nagyon komoly sportolói lelki stabilitás szükséges, és ezt a fajta lelki stabilitást éreztem a versenyzőinken, hogy még az utolsó pillanatban, az utolsó másodpercekben is tudtak sorsfordító pontokat szerezni, ami még fokozza azt az élményt, hogy oké, nyertem, de egy győzelemnél, egy olyan pillanat, amikor az utolsó másodpercben tudsz fordítani, akkor felrobban a csarnok, és érzed azt a fajta pozitív energiát, ami tovább visz majd ezen az úton.